Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t, Ivonatúra televíziót láthatnak, és mesélem a mesémet adássorozatunkban. Pap Gyöngyi, Ginivel beszélgetünk, aki a legutóbbi VNTV eszéíró pályázatunknak a győztese volt. Igen, nagyon köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Gini, szólíthatlak így, igen, ugye, köszönöm, hogy megtiszteltél minket azzal, hogy írtál, azzal, hogy egy nagyon-nagyon élethű, saját életedből vett megélésedet osztottad meg a nézőkkel, ami egyébként azért nagyon fontos, mert ezek már nagyon belsőséges dolgok, ezek már nagyon mélyen lévő dolgok, amik megtörténnek, és ez nem feltétlenül jellemző, hogy megosztja az ember másokkal. És annak ellenére, hogy ugye a téma az a reinkarnáció volt, hogy ki voltál előző életedben, annak ellenére, hogy itt a VNTV-nél azért nagyon sok spirituális dologgal foglalkozó, a spiritualistás által áthatott emberrel találkozunk, akik amikor beszélgettünk, akkor állandóan elmondják, hogy mert én sámán voltam, és már Jézus Krisztus is voltam valamelyik életemben, és ez is voltam, meg az is voltam, és a gyógyító erőm onnan fakad, és a látnoki képességem onnan fakad. Ennek ellenére alig írtak. Tehát amikor meg kell írni, és azt mondani, hogy igen, most ezt én vállalom, hogy ez az én történetem, megélésem, megérzésem, meglepően kevés írásmű érkezett. És én most nem az írásművedet szeretném újra elmondani, hanem azt a VNTV oldalán újra elolvashatják majd a kedves nézők, és amikor a beszélgetésünk kikerül, újra meg fogjuk osztani, hanem konkrétan a reinkarnációról szeretnék beszélni, és a te kérdéseddel kezdeném, hogy azt kérdezed, hogy amikor az ember gyereke elé beleállít téged egy ilyen helyzetbe, mielőtt nem is hittél ezekben a dolgokban, és kész tények elé állít a saját gyermeked, hova vezet ez? Nagyon messzire. Nagyon messzire. Tekintve, hogy az életem első 32 évét azt én Jehova tanújaként éltem meg, mert a szüleim 5 éves koromban úgy döntöttek, hogy én ennek a szektának a tagja leszek, ami azt jelenti, hogy elzártak a külvilágtól gyakorlatilag, és hát mi ezt is hasonlíthatom az agykontrollhoz talán, nem az agykontrollhoz, ennél azért sokkal szélsőségesebb ez. Egy agymosás folyik ott folyamatosan, és elszigetelnek a külvilágtól, nem ismersz kifelé nyitni nagyon, egy burokban élsz, és innen indul az én sztorim, hogy a gyerekem elkezdett beszélni a reinkarnációról egy olyan embernek, aki egy zárt világban élt, nem ismert nyitni ebben a témában. Lesz majd feltámadás, mondja a Biblia, és akkor majd újrajövünk, de a reinkarnáció és a lélek az egy tagadott dolog a Biblia, illetve a Jehova tanúi szerint. Tehát a sztori az innen indul, hogy amikor elkezdett nekem ő mesélni arról, hogy milyen emlékei vannak odaátról, meg előző életekből, akkor először egy rémület futott át rajtam, hogy kezeljem én ezt, nyilván engedem szabadon szárnyaljon, inkább kérdezgetem. Úgyhogy elkezdtem olvasni. Ez volt az első. Különböző írókat, Eric Casey, látnokok kalandjait, mindent, ami kifelé nyit ebből a burokból. Először óvatosan és félve, és egyre nyitottabban később, de egy nagyon izgalmas világba vitt át. Így kerültem aztán, egyre több barátom lett pránanadi közösségekből, reikiből, akik egy új utat mutattak ezzel kapcsolatban, és mivel én is elég rossz bőrben voltam, ugye lelkileg, azt sem tudtam, hogy ki vagyok hirtelen, kicsöppenni egy szektából, becsöppenni a világba. A reinkarnációs utazást és a kineziológiát választottam első körben arra, hogy gyógyuljak, oldódjak, egy kicsit elveszítsem azt a berögzött énemet. És egy pránanadis barátnőm volt az, aki megutaztatott első alkalommal, amitől rettegtem. Gyakorlatilag évekig készültem rá, hogy egyáltalán megmerjem-e tenni ezt a lépést. Mert hogy hova vezet ez? Hogy beengedek esetleg. Nekem az társult a fejembe ez, hogy valószínűleg akkor beengedek különböző démoni erőket, fekete szellemeket, bárkit, mert nem értettem, hogy működik ez a csatorna, hogyan nyílik meg az emberben ez az egész. És
az összes rettegét sem oda veszed gyakorlatilag az első utazásom alkalmával, mert nyilvánvalóan egy lányregényt, egy Jane Austen-os gyönyörűséget utaztam meg első alkalommal, amiben 90 éves nagymamaként, dédnagymamaként haltam meg, gyönyörűen, ahogy kell, ágyban, párnák közt, a család környezetében. Ez egy egész élet ilyenkor? Egy egész élet. Nyilván állomásokat utazunk meg, azért, hogy az akkori problémámat, amit én betettem, hogy szeretném ezt megnézni, hogy kioldhatunk-e ebből valami feszültséget, az akkor a párkapcsolatom volt, nem titok. A gyerek születése után egy ilyen nagyon komoly krízis helyzetben az első utazás az erre fókuszált rá, hogy szeretném a párkapcsolatomat helyre billenteni, tehát szorosabbra fűzni, megérteni, hogy mit olódott el esetleg. És arra is utaztam, tehát az egy gyönyörű élet volt, nyilván a jelenlegi párommal éltem meg azt az életemet, és ami nagyon izgalmas volt, és amit szerintem érdemes mindenkinek kipróbálni, hogy egy-egy ilyen utazás végén az életünk utolsó 5 percét kikockázzuk. Tehát konkrétan megnézzük, hogy ott milyen gondolatok kavarognak bennünk, hogyan hagyja el a lélek a testet. Egy olyan megélés, egy olyan megtapasztalás, amit sehol semmilyen körülmények között nem tudunk előhozni. És itt ez az utolsó 5 perc nekem arról szólt, hogy a családom megpróbált elengedni. Látták, hogy már nincsen erő bennem, nem vagyok itt teljesen, és igyekeztek megérteni, hogy ez így működik, hogy el kell engedjék az anya, a nagymama kezét, és az utolsó 5 percem az egy olyan gyönyörű tapasztalás volt, amiből azt tudom csak lehozni, hogy furcsa visszagondolni egyébként, bocsánat, hogy csapongok, mert minden utolsó 5 percet ezért várok, mert ez egy ilyen suhanás, hogy végre elhagyod azt a szűk kis ketrecet, amit a tested jelent, és végre megint otthon vagy. És ennek van egy ilyen veszélye is egyébként, hogy ne akarjál menni a földről, mert hogy meg kell, ezért jöttél, hogy megtapasztald a földet. Tehát, hogy valamivel földeld magad, valamit nagyon szeress a földön, mert egyébként meg állandóan ez a vágyódás. Gondolom ez van akkor is, amikor valaki alagút élményt él meg. Egy olyan tapasztalat, ami után nehéz itt maradnod, nehéz megélned. Ugyanaz az utazásnál, a reinkarnációs utazásnál. Szóval ez volt az első lépésem ezen az úton, hogy én magam megpróbáltam, hogy mi ez. És akkora oldódást, és akkora élményt jelentett ez nekem, hogy végre egy igazi tapasztalat volt a birtokomba. Nem csak hittem, reméltem, hogy van élet a halál után, hanem megéltem, konkrétan megéltem. Egy eufória volt. És ezek után ugye az ember erre rá tud szokni. Nagyon sokat utaztam. Hát szerintem egy 70 utazás van, saját élmények, saját emlékek. És akkor gondoltam azt, hogy ez egy akkora segítség az én életemben, hogy szeretném, hogyha más is élvezhetné ezt így. És akkor én is elmentem egy tanfolyamra. Nyilván az ember a tanfolyam után saját eszközeivel él. Tehát egy kicsit pszichológussá válsz, mert kérdezel, megpróbálsz előhozni másokból emlékeket. Én azt gondolom, hogy jól csinálom, mert több száz embert utaztattam, valakit többször is, és szeretnek visszajönni. Ez volt az eleje. Dini, mivel ilyen nagy tapasztalatod van az utaztatásban, ezért, és nyilván minél többször csinálod, annál több mindent tudsz esetleg megfogalmazni, meghatározni, arra vonatkozóan is, hogy hogyan működik ez. Hogy a te tapasztalataid alapján mondjál már nekünk, kérlek, egy pár gondolatot, mert ugye maradjunk annyiba, hogy ezek gondolatok, amiket azért bizonyos tapasztalások tudássá tudnak már erősíteni, szinte tényekké, hogy mi az, ami történik konkrétan, tehát mi történik karmikusan akár, mennyire az elme, mennyire hipnózis ez, mennyire esetleg újonnan generált dolgok, mennyi az, amit emlékként valóban hozunk, az utolsó 5 percben vajon mi történik, ott derül ki az, hogy mi az a befejezetlen feladat és küldetés, ami miatt jössz újra, és újra, és újra, és ugye sokszor el is felejtjük ezt a jelen életünkben. Szerencsére. Jó, hogy mi az, ami egy kicsit avassál minket a kulisszák mögébe, ha lehet ezt így kérni. Jó. Megpróbálok példákat hozni.
Nagyon érdekesen működik ez, mert talán az elsők között engem a Facebookról meg szájról szájra adtak az emberek tovább. Ez így is működik egyébként, akit energetikailag nem nekem kell utaztatni, az nem fog tudni jönni hozzám. Sok ilyet is tudnék mondani, akiknek egyszerűen nem jött össze az időpont soha, és aztán végén megértettük, hogy nem én vagyok az ő embere, hanem más. Szóval nagyon sok ember jött hozzám úgy, hogy nem válogattam, nem gondolkodtam. Ezért nagyon sok férfit utaztattam, ami nagyon meglepő volt, és nagyon jó, hogy ilyen bátrak. Nem gondoltam, hogy ilyen bátrak lesznek. Van nekem egy öcsém egyébként, egy ilyen tokától bokáig kitetovált nagy darab szőrös viking, aki pont ilyen, hogy befelé osó, és zen, tehát hogy teljesen más, mint kontraszt. És ezt szeretjük. És nagyon sok ilyen férfi jött hozzám. Vastagnyakú, kopasz, meg olyanok, akiket az utcán esetleg nem úgy értékelsz. És az első között volt például egy tekes férfi, aki úgy jött hozzám, hogy mondta, hogy nem tudja, hogy neki vannak-e érzelmei, de minden pszichológiai teszten 100%-os, és hogyha ezt ki tudjuk hozni, az nagyon jó lenne, mert ő ezt így ijesztőnek találja, hogy nincsenek érzései talán. Tehát nem tudja megélni őket. De hát ő például az 5. perctől egy irányított meditációval indítunk, és a meditáció végén belecsúszik a saját akkori életébe, tehát látja a fizikumát, érzékeli, hogy hol van, mikor van, mi történik körülötte. Egy nagyon érdekes tapasztalás ez, hogy gyakorlatilag a lábadat látod először, felfogod, hogy női férfi láb, milyen cipő, mezítlábe, milyen talajon állsz, és kezd kitisztulni a kép, mint ahogy a köd oszlik. És akkor már sok minden átjön, nevek, évszámok, ország, város, minden, tényleg. Nagyon érdekesen indul ez az egész. Többnyire gyorsan. Nagyon ritka az, amikor nehézkesen kezd az ember. Hát akkor, hogyha nagyon tagadásban van, és nagyon fél megélni ezt, akkor nehezebben, de jön. És ő például az első 5 percben elkezdett üvöltve sírni, ami nagyon furcsa volt, mert pont azt mondta, hogy nincsenek érzelmek. Ezért őt például időben nagyon sokszor kellett billegtetni. Ne azt a megrázkódtatást élje meg, hanem akkor nézzünk vissza mondjuk az 5 éves korára, ott mi történik, hogy billenjen ki ebből a fájdalomból. És akkor ide-oda szoktunk menni időben, hogy mindig legyen egy olyan stabil állapot, amikor képes az érzelmei nélkül nézni, hogy mi történik ott vele. Többször megsirattam szegényt, bár ez neki azt mondta a végén ölelkezve, hogy ő életében ilyen jót nem sírt, és hogy milyen jó, hogy már ezért eljött. Természetesen volt egy fix problémája párkapcsolati, ami miatt eljött, és ez volt az alap, amire utaztunk, de az borzasztó jó volt látni, hogy ilyen feszültségek oldódnak meg. Az életünk végén az 5. perc, amit kérdeztél, meg az 5 perchez kapcsolva, például volt egy fodrászlány, ez azért volt érdekes, mert pánikbetegséggel jött, hogy éjszaka fölébred, és akkor a konyhába hideg vízivással próbálja ezt így lefolytani magába, ezt a szorongást, meg remegést, és hogy nézzük, hogy mi a pánik egyik oka. És hát ugye bent a folyamat kérdezgettem, hogy hol tartunk, mi történik vele éppen, most megismerkedik egy lányelő, most férfi Franciaországban. Hogy néz ki a lány? Szép a haja, mondja ilyen unottan. Fodrász mit mondott volna. Aha, klassz, szereted? Nem különösebben. De azért elveszem feleségül. Miért? De most mit csináljak? Én végtelenül unalmasan és érzésmentesen ment végig az életén. Születik egy fiam. Aha, nagyon jó. Őt szereted? Szereti az anyja, elég az. És minden ilyen hideg volt, és tónusos, és nem értettem, hogy mi történik vele, mi van a lelkében, hogy ennyire, de persze mentünk a kérdésekkel, és ez egy olyan másfél órás folyamat, tehát nem csak ilyen 3-4 kérdéssel megyünk végig, és mindig ezt kaptam, és az élete végén már egy tüdőrákos beteg volt, aki feküdt csak gyakorlatilag a kutyáival ment le sétálni, és ő magáról állította, hogy egy féreg vagyok, mindenkit feljelentgetek a házba, tehát egy ilyen igazi rosszindulatú valamivé vált. És az 5. percbe derült ki, mert őt is meglepte, hogy miért volt az egész élete ilyen hitvány az ő megfogalmazása szerint, és kérdeztem, hogy milyen döntést hoztál az életed végén, hoztál-e valamit az utolsó percekben. És akkor erre elhagyta a száját ez a mondat, hogy soha többé nem fogom azt mondani, vagy azt mutatni a világnak magamról, hogy heteró vagyok, ha egyszer nem vagyok az. És megmérgezett egy teljes életet, 70 éves kora körül hagyta el a testét, és egy életen keresztül
gyakorlatilag nem merte élni a saját életét. Szóval, hogy nagyon furcsa, furcsa fóbiákat is tudunk itt még mindig terhelni magunkra azért, mert ottaniakat cipelünk, ami az már semmi közünk. Igen, ugye a te életedben az a csodálatos, hogy van egy gyermeked, aki emlékszik rád konkrétan, tehát mostani életében vissza tud emlékezni, még nem felejtette el az előző életét. Ez hogy lehetséges? És amikor ő azt mondta, hogy de hát anya, te miért nem emlékszel, hát te is ott voltál, ettől meg tudott jönni neked az emlék, vagy ezt megutaztad, de hogy lecsekkoltad el, hogy a gyerkőc igazat mond, vagy egyszerűen, ahogy ő ott mondta, akkor neked így visszajött ugyanúgy az emlékezet. Nagyon sok tapasztalatom van vele, de nem úgy működik az utazás, hogy konkrétan kíváncsiskodunk, és megnézzük, hogy ezt a kislányt én akkor tényleg neveltem-e, vagy volt-e közünk egymáshoz, hanem egy nagyon konkrét problémával jön hozzám valaki. Például pénzügyi elakadás, egyet előre, kettőt hátra az életem, vagy a szüleivel való kapcsolat, majdnem mindenkinél párkapcsolat, gyerekkori molesztálás rengeteg, rengeteg, ijesztően sok. Szóval, hogy konkrét problémával jössz, és ezért nem biztos, hogy az a közös életetek fel fog bukkanni. Viszont nagyon sok közös életünk felbukkant, amikor más státuszban voltunk. Ő volt az én apukám, vagy nevelt gyerekem volt. Sok helyzetben láttam már, és mivel ez úgy működik, hogy az utazásban bizonyos fontos embereket említesz, mondjuk édesanyám, vagy a gyerekem, tehát bárki, aki fontos volt ott számodra, akkor én meg szoktam kérdezni, hogy bárkire emlékeztete az energiája, aki most itt van az életedben, ebben a forgatókönyvben. És szinte mindig nem is volt még olyan, hogy valaki ne tudta volna, ki az, aki most itt jelen életében. Nagyon sokszor látom az édesapámat régi életeimben, más, nagyon sokszor a párkapcsolatom egyik szereplője, volt már, hogy ott is édesapám volt, tehát igen, így működik. Ginny, nézzük meg azt, hogy ugye most valahogy egy ilyen nagy ébredési kor van, és úgy tűnik, mintha a lélek megtett volna egy teljes kört, hiszen most már rálátunk arra, hogy mi történik, ugyanúgy ezek a lélekvándorlás, a reinkarnáció. Nézzük a te életedet, hogy ebben az életedben tegyük azt fel, hogy a te kislányod a te következő leszületésed. Tehát itt most egyszerre van jelen egy múltbéli életed, tehát saját magadként vagy jelen egyszerre. Előző életből, következő életből és a jelen életedből. És ugye azt mondják, hogy a lélek addig születik újra, amíg azt a szubstanciát el nem éri, hogy újra egyesülni tudjon az Istennel, vagy az Istenibe újra, a forrásban, honnan jött vissza, ne tudjon olvadni. És te most nem csak ott tartasz, hívjuk így, nem csak ott tartasz, hogy megutaztad a saját életeidet, befejezted úgymond, valószínűleg ez a 70 dolog még ott várt, minimum 70, hogy befejezd, vagy legalább ránézzed, lezárd, nyugtázd, beleolvasd a nagy egységbe, hanem te most még tovább lépünk, segítesz is ezen az úton, módon másoknak. Hogy mi történik most te veled? Tisztában vagy-e ezzel? Valóban úgy érzed-e, hogy még egy földi feladatod beteljesítéseként vagy itt, vagy te már nem az vagy? Egyáltalán valójában, akinek itt mi látunk téged. Ja, igen, nehéz erről vallani is. Igen, nagyon sok sors közösségem volt, mindig is 96 óta, egész pontosan emlékszem, akkor találtam meg a Fényhordozók könyvet online. És valamiért nagyon nagyon elvitt. Tehát egy éjszaka alatt olvastam ki a könyvet, és értettem, hogy nagyon sok közöm van a plejádokhoz. Nagyon sok közöm. És nagyon sok életet utaztam meg, amiben plejádiként jöttem, mentem. És persze ezt az ember nem akarja így dédelgetni magában, mert a Földön vagyok, ez a feladat, ezt csinálom. Jól érzem magam. Még akkor is, ha nem, megpróbálom jól érezni magam. Szóval tudom, hogy kötődésem van, mint mindenkinek van valamelyik bolygóhoz, hogyha egy meditatív állapotban gondolkozik erről. Szóval van dolgom, hogy ne lenne. Tehát az utaztatás az csak egy szeletkéje ennek az egésznek. És azt érzem, hogy igen, hogy valószínűleg sokszor fogok még jönni.
és nem ez a végállomás, de nagyon élvezem azt, egyébként, ha visszanézek, kicsit, mint a mazoista érzés is lenne ez, hogy borzasztó sok és fájdalmas dolog volt ebben az életemben, amit meg tudtam ugrani. És ezért itt tanultam meg ezt a lányt, aki most itt ül, szeretni, meg becsülni, meg azt gondolni, hogy úristen, de tökös, végigcsinálta, kijött ebből, kijött abból, és most egy új életet, mindig egy új életet. Ezért az, arra is megtanított ez az egész utazás a jelenkori életbe, hogy egyrészt ez, hogy meg tudjam veregetni a saját vállamat, másrészt, hogy szeressem, igen, magamat és az embereket ebben az egész játékban. Ez egy színpad tényleg, egy földi játszótér, és olyan rohadt komolyan vesszük magunkat. És ezt igyekszek mindenkibe tompítani, hogy játszd, az Isten szerelmére játszani jöttél. De nem kell ezt annyira feszülten csinálni, főleg a gyerekemnél, annyira bele tudja drámázni magát. És majdnem mindenkivel, aki utazni jön, ez az első feladatom, hogy ez így oldódjon. Nem több a föld, tényleg. Akkor amit föld szerettem volna tenni, egy olyan kérdés, hogy szerinted mindenki ember, aki itt a földön inkarnálódva van, de ezek szerint akkor nem. Nem, biztos, tehát nem csak emberi lények, vagy ként vagyunk itt. Amikor nagyon sokan nem hisznek ebben, mert azt mondják, hogy hú, hát ez egy hipnózis, és ugye hipnózisban először a valóságérzete kapcsol ki az agynak, tehát hogy ez az elmének csak egy újabb mesék, szép mesék. Ha megnézzük azokat, akik utaztatva lettek, általában mindig valami szép történet van, királynők, angyalok, istenek, tehát azért elsőre, amit te is mondtál, hogy neked is az első utazásod egy ilyen nagyon szép, tényleg egy ilyen mesebeli történet lett, de ugye nagyon sok ember ugye pont azért kerül ebbe a helyzetbe, mert a mostani életében, az itt és mostban neki ott vannak azok a kérdések, amiket nem tud megválaszolni, tehát nem ebből az életből erednek feltétlenül a problémáinknak a gyökerei. Tudsz esetleg valami olyat mondani, hogy aki mondjuk nem hisz ebben az egészben, és azt mondja, ah, hülyeség, hiszen a Biblia is egyébként azt mondja, hogy a végítélet előtt van egy feltámadás, tehát ő is azt mondja, hogy van, de hát mi az a végítélet? A saját végítéleted is ez. Igen. Tulajdonképpen, tehát nem az egész világot kell ehhez elpusztítanunk, hanem hogy mit tudsz azoknak mondani, akiknek nagy valószínűséggel visszább kell menni az a jelenlegi életén, mert nagyon nem tudja megoldani, vagy nagyon el van akadva, vagy nagyon komoly betegsége van adott esetben. Még a rákról is ugye azt mondják, hogy ez egy időhurok, hogy beragadtál egy olyan, akár egy korábbi életbeli megoldatlan feladatba és élethelyzetbe, amit hurcibálsz életről életre, és pusztítja el az egész életedet, amíg ezt fel nem ismered, hogy hogyan tudom én a mostani életemben felismerni azt, hogy én nekem, igen, valószínűleg egy óriási segítséget jelentene, ha nem ezzel az életemmel foglalkoznék, hanem egy korábbi valadott esetben, vagy egy, nem tudom, van-e progresszív utaztatás, amikor egy jövőbeli életemet megutazhatom. Progresszív nincs. Viszont van jelen életutazás, ezt nagyon sokszor, ezt nem mi döntjük el. Tehát ő belecsúszik abba a helyzetbe, ami akkor oldódnia kell. És nagyon sokszor van az, hogy jelen életutaznak meg az emberek, tehát hogy itt találják magukat gyerekkorban, vagy akár már az anyjuk hasában. Tehát itt tényleg furcsán, de ki kell derülni előbb-utóbb, hogy most itt van, nem egy elmúlt életben. De nagyon sokszor. De én ezért is gondolom, hogy ezért nagyon jó, hogyha nem csak ezt csinálja az ember, hanem a családállítást és a többi olyan szükséges dolgot, ami a jelen életében old. A betegségekre egyébként nagyon sok betegséggel is jönnek hozzám egyébként. Fibromás betegség volt legutóbb. Érdekes, mert én nem szoktam senkit rábeszélni, vagy meggyőzni arról, hogy neki az elmúlt életében lehet a probléma a betegségéhez kapcsolódóan. De a kíváncsiságot fel szoktam kelteni pont ezért, mert mi van, ha ott van a probléma? És hogyha ő ad egy esélyt ennek, mert miért ne adnánk esélyt bárminek, amikor betegek vagyunk, akkor próbálja meg, és nyissuk ki azokat a kapukat, amik esetleg ott vannak, még mindig lezárva, és mögötte a fájdalma, amit nem tud elengedni.
Igen, tehát nem szoktam senkit rábeszélni, ez a lényeg, de én hiszem, hogy a betegségek is oldódnak előző életbeli. Ezek ilyen kis felhők, kis fekete felhők vagy pókhálók, amik ott emésztenek bennünket, lezárnak energiákat, és olyan szépen fel lehet őket szedni. Én azt gondolom, hogy ez egyetlen útja, vagy gátja ennek, hogy az ember nem tesz meg magáért egy ilyet, hogy például kipróbáljon egy reinkarnációs utazást, az csak a félelem. Igazából mi gátol ebben. Jenny, mi történik akkor, hogyha ugyanúgy, mint ahogy te is féltél az első utazás előtt, valaki mégis belevág ebbe, és nyilván ugye az elme, meg az ego, az nem akarja, hogy ezt te feltárd, hiszen akkor nem tud többet uralni téged, nem tud félelemben tartani, betegségben tartani, zsarolni, meggátolni a fejlődésedben, stb. Hanem mi van, ha valaki elmegy egy ilyen utazásra, és egy, beleszerethetsz az utaztatódba egy ilyen élmény, illetve akár élmények sorozata által, létrejöhet-e mondjuk az utaztatóval egy téves azonosulás, hiszen hogyha te hozzád valaki elmegy utaztatásra, akkor valami kapcsolatotok már, lehet, hogy korábbi életben is volt egymással, hiszen valami rezgés útján, valami vonzás, valami hívás útján egymásra találtok. És a harmadik dolog, amit szeretnék, hogyha valakit átmegy egy ilyen élményen, akkor megzavarodhat-e, tehát bekerülhet-e esetleg egy olyan téves mese, amit utána, mivel ez egy mély megélés, lehet, hogy ki kell szedni belőle. Értem, értem. Ó, igen, megpróbálok erre röviden. Egyrészt egy szimbólum védi az utazót és az utaztatót, az egész utazás alatt. Tehát ez egy metodika, mint bármelyik orvosi gyakorlatnál is szerintem. Tehát van egy metodika, amihez ragaszkodni kell. Itt a szimbólum véd bennünket. Ez azt jelenti, hogy kiemelkedik az utazás alatt az utazó mentális burka. Ez megengedi, hogy a két agyfélteke összekapcsolódjon végre, tehát ne két különálló fázis legyen, és lemerjen nyúlni az emlékekhez a mélyre. És bátran húzza ki az ember, ezt állíthatom a saját tapasztalatomból, azokat az emlékeket, amelyek ehhez a problémához kötődnek. Tehát amikor kiemelkedik a mentális borok, úgy mondanám, hogy egy boroskólás állapot áll be, a magad ura vagy, tehát ki tudsz menni a mosdóba, ha kell, és visszajössz szépen, és folytatódik a sztori a fejedben. Tehát nem egy elvarázsolt állapot, nem hipnózis, hanem sokkal lágyabb, szerintem. És nem alakul ki kötődés a két ember között. Nyilván az utaztató teljesen racionális, független és kívülálló, és végigvezeti gyakorlatilag a másikat. A másik oldalról pedig volt már olyan is, igen, hogy még társa is voltam az életben annak a fiúnak, ott abban az életben, egy középkori sztoriban, de ahogy elhagyja ezt az állapotot, tehát visszacsúszik a saját kis életébe, testébe és agyába, abban másodpercben pontosan tudja, hogy kik vagyunk és mik vagyunk. Nincs semmi romantika benne, és nem is lesz szerintem. Mi volt a harmadik kérdés? Az, hogyha egy olyan történet belekerül a fejébe, aha, ami téves, és utána mondjuk tetszik neki, ragaszkodik hozzá, és a jelen életbe át be akarja hozni, aha, és rá akarja húzni, aha, mondjuk a társára, hogy már pedig én, te neked volt egy közös életem te veled, uh-huh, és gyere most itt nekünk, karmikus adósságunk van, aha, és te ezért, és mondjuk lehet, hogy nem is igaz. Igen. Mivel ez a, ahogy mondtam neked, hogy ilyenkor kiemelkedik a mentális burkod, egy teljesen más, hú, de nehéz lehozni szavakkal a földre ezt, egy más állapotban vagy, más tudatállapotban, egyébként nagyon sok olyat utaztatok, aki teljesen hétköznapi életet élt, tehát nem Mária Terézia volt és a többi, hanem abszolút, én saját életemből is tudok olyat mondani, hogy lengyel elhízott parasztasszonyként 5 gyerekkel a hátam mögött egy istálóba haltam meg egy kaszától, ami leesett a padlásról. Tehát így nem mondhatok róla semmi extrát, de tudom, hogy akkor mi volt a sztori, a téma, ami miatt ezt meg kellett néznem, végig kellett járnom. Tehát, hogy nem mindig vagyunk ilyen kiemelkedő alakok, sőt, inkább az a kevesebb, amikor egy kicsit is kiemelkedőek vagyunk. Az azért elmondható, hogy minden párkapcsolat, ami itt a Földön van,
szerintem az a karma akna mezeje. Tehát itt azért nagy ellenségek tudnak találkozni új testben, új sztoriban, és hát a feladata az, hogy kiegyenlítsék karmikusan, ugye. De azt gondolom, hogy semmi esetre se lehet ráhúzni utána a párkapcsolatra, hogy egy előző életben ki voltál te nekem. Nagyon sokszor figyelhető meg egyébként, hogy elkezdesz vitatkozni a pároddal azon, hogy a tányér mellett melyik oldalon van a villa vagy a kés. És egy idő után már olyan anyázásba tud átcsapni, hogy tudod, hogy ez nem arról szól, hogy melyik oldalon van, hanem már ott van tudat alatt talán az, hogy Bizáncnál, amikor elraboltad a disznómat, és ezért leszúrtalak. Tehát, hogy egészen másról vitatkoztok. Egészen másról. És hogy a jelenlegi életben tudnod kell, ezt valahogy észben kell tartanod, hogy nem biztos, hogy nagy barátok voltatok egy előző életben, ezért is feladata az, hogy egyre türelmesebben és szebben viszonyulj a másikhoz, aki most itt a társad. A megoldás az azt jelenti amúgy, hogy mindig szeretetbe olvadjon, és oda, odáig kell eljutni. Tehát odáig. Amíg az nincs, addig nincs a teljes béke és szeretet, igen, addig az akkor újra valószínűleg majd folytatódik, igen, egy következő feladat életben. Igen. Utolsó kérdésem van, kérlek szépen, hogy ebben az életemben fel tudok-e készülni a következőre? Tudatosan. Ennek tudatában, hogy meg fogok születni, hiszen van egy ilyen mondás is, hogy vigyázz, mit csinálsz a bolygóval, meg az embertársaiddal, mert a saját unokád is te leszel. Igen. Én azt gondolom, hogy egyre többen ébredünk rá erre, hogy fel kell készülnünk a következő életünkre. Mindentől mentesen, tehát hogyha nem hallgatsz Leonardot, vagy bárkit, akihez kapcsolódsz, és azt érzed, hogy föltölt téged, és új utakat tud mutatni számodra, akkor is, hogyha fölébredtél, és tudod, hogy a saját életed kovácsa vagy már most, akkor pontosan tudod, hogy a következő életed kovácsa is te leszel, és olyan döntéseket hozol meg, sőt, kéred akárkihez is fohászkodva, aki a te örökkévalód vagy Istened, hogy segítsen, hogy ez egyre jobban és egyre szebben menjen, mert a játszótér. Tehát, hogy legyen benned az az érzés, hogy lent vagyunk a játszótéren, mindent úgy csinálunk, nem vesszük el a lapátot a másiktól a homokozóba, nem lökjük le a hintáról, hanem mindent együtt boldogan, mert sokkal vidámabb és sokkal többet tudunk nevetni akkor. És hogy a következő életünkre, én folyamatosan ezt kérem, és szerintem sokan vagyunk így, hogy adja meg az Isten, hogy a következő életem ennél még szebbent, még türelmesebben, még nagyobb belső békével, hiszen tudjuk, hogy ettől vagyunk kiegyensúlyozottak és boldogok. És ezáltal már úgymond lélekből szólsz, abból az örök végtelen lényből, aki valójában vagy, igen, és nem ez, aki itt játszik, igen, elsősorban. Ginny, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Azt szeretném megkérdezni, hogy elérhető vagy-e valahol, hogyha valaki most szeretne veled kérdéseket föltenni, vagy bármilyen kapcsolatba kerülni. Elérhető vagyok. Én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb az e-mail címemen. Jó, akkor ezt ide kiírjuk. Yeah. És nagyon szépen köszönjük még egyszer az írást, szeretettel gratulálunk, és akkor a VNTV oldalán, a www.vntv.hu az írások között a mesém rovatban lehet olvasni az írásodat, és meg is fogjuk osztani, és tényleg örülök neki, hogy eljöttél, és nagyon gratulálok köszönöm, még egyszer. Köszönöm, hálás vagyok érte, hogy itt lehettem. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra!